Sziasztok! Ma ellátogatunk a Rossmannba, és összeállítunk glamour kuponokkal egy nagyon olcsó teljes sminkszettet, hogy el tudj készíteni egy teljes sminket, egy kezdőszettet a legegyszerűbb megoldásokkal és a kedvenc rossmannos termékeimmel, amikre most glamour kuponokat is tudtok használni. Aztán persze hazamegyünk és sminkelünk is egyet. Ha érdekel titeket, tartsatok velem! Na hát első lépésként természetesen nagyon fontos sminkelés előtt az arctisztítás, meg hát a sminkelünk, akkor a smink lemosás is. De mielőtt itt 126 lépéses arctisztításba belebonyolódnánk és drága sminktermékeket keresnénk, ez az Izana például tök jó micellás víz, kifejezetten szemkörnyékre is alkalmas, nem csak arcra, alkoholmentes, és még az én érzékeny bőröm is tök jól bírja, gyengéd, smink lemosásra is alkalmas, hatékony, 3-1-ben, igazából kezdésnek árban is, meg úgy egyébként is tök jó. Aztán ugyanezen az elván ne vesszünk el itt a rengeteg krém útvesztőjében. Szerintem mutatok nektek egy olyat, amivel mellé nem nagyon tudtok nyúlni. A Helia D-nek van egy ilyen hidratáló permete. Ez ilyen egyszerű kis hidratáló miszt. Nagyon egyszerű használni, nem tudsz vele kárt okozni, igazából minden bőrtípusra megfelelő, ha érzékeny, ha érett, ha fiatal, ha zsíros, igazából ez bármire rá tudod fújni, egy kis hidratálás, pújhítás előkészítés az alapozó alá. Közben ide nézzetek, mit találtam, egy kicsit eltérültem, mert megláttam a szemem sarkából ezeket a Halloween kiegészítőket itt a Rossmannban. Ehhez ilyen denevéres, pókos, fülbevaló szett, de van itt minden gyűrű, meg nyaklánc, én egy ilyet el is hoztam, majd a Halloween-es smink videómhoz használni fogom, majd látni fogjátok rajtam is, de egyébként nagyon tetszettek ezek a kis szettek. Az áruk, hát láttam már olcsóbbat is, de azért elérhető kategória. Aztán vannak itt gyerekeknek is alkalmasabbak, akár kislányok hajába is mondjuk, denevéres, tökös, mindenféle kis kiegészítők, szerintem nagyon poén. Vannak mindenféle gótikus fülbevalók, nyaklánc, az elmaradhatatlan kis cicás, füles, hajráv, ez is tök jó. Na de térjünk vissza az eredeti küldetésünkhöz. Alapozóban én még mindig ezt a L'Oréal Tinted Serumot tudom legesleginkább ajánlani, ami a legtöbb embernek megfelelő lesz, nem kell hozzá alapozós szivacs sem, mindig nagyon-nagyon-nagyon sűrűn megtalálható akciósan. A teljes ára sem olyan elérhetetlen ahhoz képest, hogy mennyire sokáig tart egyébként egy ilyen, de mindig meg lehet akcióba venni, úgyhogy nem is éri meg szerintem teljes áron ezt megvenni. Egyébként meg a legegyszerűbb megoldás, zsíros bőrűeken kívül mindenki másnak beszokott válni, a sminksulimban is sokszor használjuk, úgyhogy ezt tényleg nagyon ajánlani tudom. Pici fedése van egyébként, olyan kis természetes, de van fedése. Következő lépésnek korrektort szeretnék nektek mutatni, viszont bajban vagyok a Bourjois-val, mert a Healthy Mix korrektora nekem nagyon sokáig a kedvencem volt. És nagyon jó visszajelzéseket is kaptam, egyedül annyi, hogy nagyon nagy fedése nincsen, mondjuk, ha valakinek komoly sötét karikái vannak, de érett bőrön sem ráncosodik be, és ez is olyan kis természetes, szépen használható, viszont képzeljétek el, ezt megújították. És az új verzióját kicsit nehezebbnek érzem, úgyhogy erre várom is a visszajelzéseteket, hogy esetleg ti használtátok-e mind a kettőt, mert nem vettem meg még az újat, úgyhogy nem merem az újat ajánlani nektek. Helyette inkább tovább megyek most másik áványhoz, mert amiben viszont biztos vagyok, hogy ez a Maybelline Eraser viszont nagyon-nagyon egyszerűen használható, mint egy kis felhő, odapacsmagolod szó szerint a szemed alá, új begyek, picikét eldolgozod, és ennyi a feladat, nagyon kis lightos, nagyon jó szerintem, úgyhogy igazából most inkább ezt merném ajánlani. Aztán ugye kell nekünk púder, ami fixálja az alapozónkat, hát ez a L'Oréal True Match isteni, hogyha tágporuskat szeretnél elfedni, ha izzadságot szeretnél sokáig felszívatni vele, úgymond, ha komolyabb mattítást szeretnél, illetve ennek ez a Maybelline Fit Me Matt és Poreless változat is nagyon-nagyon jó megfelelője, igazából nagyon hasonlít a kettő egymáshoz, ezt is nagyon szeretem, ez akkor, ha mattítani szeretnél, meg egy kicsit komolyabb púdert, meg a pórusokat eltüntetni, ugye rá is van írva, hogy poreless, úgyhogy meg az is, hogy matt, úgyhogy ez például ilyen esetben nagyon jó, de ezeknél a szint is el kell találni, úgyhogy ennél egy még egyszerűbb megoldást mutatok inkább. Méghozzá a Rival Loves Me Alvine-nál ez a 4 szint is tartalmazó púder, amire rá is van írva, hogy blur, tényleg van egy ilyen kis blurring effektje, ilyen kis elhomályosító effektje, és azért jó, hogy ilyen sok szín van benne, mert ez így többféle elszíneződést az arcon tud palástolni egy kicsit,
Hát például a pirosságokat, meg ilyesmit. Viszont ennek van egy minimális fénye, tehát hogyha konkrét mattítást szeretnél, akkor inkább az előbb mutatott. De hogyha nem kell annyira nagyon mattítani, akkor meg tök jó, és árban is, nagyon kedvező teljes árban is, hát kuponnal meg aztán főleg szuper. És mondanom sem kell, hogy 100 000 évig elég is lesz. Szemöldök termékkel viszont a Bourjois-hoz jövök vissza, mert ez a Bourjois spirál, ez egy fantasztikus találmány. Ősminkelő oktatásokon egyébként sokszor szoktam ezt bevetni, mert nagyon-nagyon egyszerű használni, gyorsan és intenzíven igazítja a helyére, tehát tartósan igazítja a helyére a szálakat, de könnyű átsuhanni vele, úgyhogy tényleg a legegyszerűbb megoldás szerintem. Ráadásul a fejének is olyan pont jó a mérete, se nem túl nagy, se nem kicsi, ez egy szuper találmány. Ezt annyira szeretem, hogy a sminksulimban például hiába vannak professzionális termékek, akkor is ezt szoktam előszedni leggyakrabban szemöldök igazításra. Egyetlen terméktípussal leszek viszont rettentő bajban, hiszen nem tudok ajánlani nektek eyeshadow base-t, ami úgy igazán-igazán szívemre téve a kezemet mernék is ajánlani, hogy tuti biztos tartós lesz. A Rival Loves Me-nek az előző tégelyes verziója tök jó volt, én is teszteltem, viszont megújították, és ez most már ilyen folyékony. Erről nagyon sok rosszat olvastam, és rosszat hallottam. Közben nézzétek, mi van itt! Ezt az eyegloss-t még nem láttam. Aj, na hát ez kár volt meglátni. Egyedül álló csillogás. Na szerintetek kipróbáljuk? Á, nem, visszarakjuk. Ez semmiképp sem az alapszedbe gondoltam egyébként. Szóval a lényeg az, hogy személybázist igazából Catrice-t mondanék, de Catrice-re meg nincs kupon, és most az a poén, hogy olyan termékeket keressünk, amit kuponnal be tudtok glamour napokon szerezni. De akkor is azt mondom nektek, hogy szerintem a Catrice-nek a legújabb grip, nem is tudom milyen neve, majd belinkelem ide, amiről csináltam is videót, ilyen folyékony eyeshadow base-e, iszonyú jó különben, szóval azt merem ajánlani. Mást meg nem igazán tudok itt rossz magamban mondani. Aztán szerintem nagyon jó stratégia lehet ahelyett, hogy bevásárolsz kontúrt, bronzosítót, pirosítót, highlightert, mindent, kezdő szetnek egy olyan palettát keresni, amivel meg tudod ezeket is oldani, meg a szemfestéket is meg tudod oldani egyben. És a Revolutionnek van ez a Forever Flawless sorozata, ebből az Allure, az nekem nagyon-nagyon régóta kedvenc palettáim közt van ilyen mindennapos sminkekre. Lehet vele alkalmi, és tényleg ilyen szaladós reggeli egy perces sminket is készíteni. Vagy pedig másik nagy kedvencem ebből a sorozatból, ez a Regal Romance paletta. Ez annyiból kevésbé jó választás, hogy ezt mondjuk nem tudod arra használni, hogy az arcod minden területére, tehát mondjuk kontúrszín nem annyira van benne, de meg is mutatom nektek, ez ugye az Allure változat, és akkor ebben minden van egy teljes sminkhez gyakorlatilag tényleg, mint ahogy látjátok, barnás is, kicsit pirosasabb is, kontúrnak hidegebb szín is, meg a szemedre is van mindenféle matt is, fényes is, mélyítőbe is, sötét, világos, ez egy elég kompakt megoldás. Hogy a Regal Romance-ba is belenézzünk, ebbe ugye nem látok olyat, ami bronzosítónak, meg kontúrnak jó lenne, meg pirosítónak is max azt a felső kis barackosat, de egyébként meg egy szuper jó kis paletta. Szempillanás spirálnak pedig a nagy kedvencem a Rimmeltől ez a Thrill Seeker. Hát ez kapható feketében, még feketében, black brownban is, tehát barnában is, tök jó a feje. Én ezt egyébként is ez a kedvencem, ami homokúra alakú és szőrös. Tényleg nagy pillákat csinál, szépen szétválasztja, de sűríti is közben, ível is, tartós is. Igazából ez minden szempontból az egyik kedvencem, és kupont is lehet rá használni. És itt van a barna verziója is, amit még nem próbáltam, de majd ha a jelenlegi barnám elfogy, akkor azt is kifogom. Szóval ezt jó szívvel ajánlom. Ceruzákat itt a drogériában, az egyik Catrice a kedvencem, amit nagyon szeretek, de arra nincs kupon, viszont a másik meg a Rival Loves Me, ennek is fantasztikusan jók a ceruzái, ez a 02-es brown például nagyon jól kihasználható, jó kis puha, jó intenzív színe van, szerintem az árnyalata is nagyon ideális, tehát azon belül, hogy barna, azon belül is tök jó, szép színe van, tényleg kellően sötét, stb. Szóval ezt igazából mindenképp csak ajánlani tudom, és ráadásul tiszta röhely az ára, teljes áron is, de ráadásul még kupont is lehet hozzá használni. Úgyhogy ennél jobb megoldást nem nagyon tudok mondani. Szára pedig, hogyha valami egyszerű, de nagyszerűt keresünk, és mondjuk menjen is ahhoz a palettához, amit mutattam, az Allure-t, akkor meg ez a Plum Vine 09-es, a Rival Loves Me rúzsai közül, gyönyörű szép, ennek ilyen kis pici fénye van, de nem olyan túl intenzív, nagyon szép a színe, de nem olyan túl erős, olyan biztonsági játékrúzs.
De ezt ki is kenem, meg is mutatom nektek, mert tényleg az egyik kedvencem. Ilyen mindennapos veszélytelen rohanós kategóriával szerintem csodálatosan, gyönyörűségesen szépséges. Persze nyilván újra kell kenegetni, tehát ez nem a legtartósabb rúzsod lesz a világon, de azért szeretjük a mindennapokra. Egyébként drogériában, aki a legjobb szájtermékeket gyártja, szerintem az a Maybelline. Itt igazából a teljes ajak skálája a kedvenceink közt van. Nagyon szeretem ezt a Lifter Gloss-t például. Ez önmagában is gyönyörű, szép fénye van, meg színe is, de egyébként nagyon szépek a szájceruzán is. Sokszor használom, úgyhogy szájceruza és rá ez a fény. És ha már szájceruza, itt vannak ezek a Stay-on, Super Stay-on ajakceruzák. Ezek ugye ilyen vastagabb krájonok, de nagyon jó ápoló érzés használni. Nagyon szép színei vannak, könnyű is használni, csak úgy siklik, tényleg nagyon jó a formulája, az állaga, és tartós is. És ezeket szoktam úgy is használni, hogy csak a ceruzát magát, és semmit nem is kenek rá, tehát úgy rúzs helyett, meg úgy is, hogy rárakok rúst vagy szájfényt. Aztán a burzsolának mostanában jött ki nem olyan régen ez a szorbé, meg gyümölcs illatúak. Ezek ilyen kis ápolóak, a Healthy Mix család tagjai. Ez egyébként ilyen mindenmentes és vegán termékek, hogyha valakit ez is foglalkoztat. Tök jó kis színei vannak ezeknek is. Rúzsban pedig az egyik kedvenc kombó, mint a drogériában, a Max Factor ajakceruzái. Ezek is nagyon szépek, könnyen kenhetőek, könnyen satírozhatóak, tartós is. Meg van egy konkrét árnyalatú rúzsom is, amit nagyon szeretek. Az meg, ha megtalálom itt most, akkor az a 005-ös Simply Nude, az meg egy olyan árnyalat, ami a szájszínnél azért színesebb, de így felkenve a szádra, az is ilyen biztonságos, nem túl intenzív, de nagyon szép kis színt ad neki, ilyen mindennapos rúzsnak, táskába rakós rúzsnak, az egyik lehető legjobb szín szerintem. Egy ilyen nude, kicsit rózsaszínes árnyalat. Na de akkor most menjünk haza, és nézzük meg ezt gyakorlatban is, sminkeljünk egyet. Na hát, hazaértem, és akkor most gyakorlatban ültessük át mindazt, amiről beszéltünk a Rossmannban. Ami azt jelenti, hogy a lehető legegyszerűbb sminket fogjuk elkészíteni a lehető legkisebb kezdőszettel. Az első és legfontosabb dolog természetesen az, hogy letisztítjuk a sminkünket. Én akkor most hozom is ezt a sok az egyben, 3 in 1, 3 in 1 micellás vizet az Izonától, és ezzel fogom átdörzsölgetni kicsit, finoman áttörölgetni egy vattakörong segítségével az arcomat, és utána pedig ezt le fogom öblíteni. Úgyhogy azzal kezdjük az egészet, hogy letisztítjuk az arcomat. Azt is szeretném egyébként itt leszögezni, egyébként rá van írva, hogy sminket is eltávolít, és szemkörnyéken is használható. Ez fontos mindig, mikor nézitek a lemosókat egyébként, hogyha sminkelés célból, vagy smink lemosás céljából keresitek a termékeket. Mit akartam mondani? Ja igen, hogy azt azért szögezzük le már itt a videó elején, hogy egyébként nyilván sokkal-sokkal személyre szabottabban és precízebben lehet egy csomó minden lépést csinálni, amit most megcsinálunk ebben a videóban, viszont én most arra törekedtem, hogy a lehető legegyszerűbb megoldásokat mutassam olyan kezdőknek, akiknek semmi fogalmuk nincsen az egészről, és most szeretnék elkezdeni jobban megtanulni a sminkelést, és lehet, hogy csak az alapozásról, vagy csak az arclemosásról tudnék egy 3 részes egész estés sorozatot indítani, de most ugye ilyenkor mindig az a szempont, hogy egy kezdőnek ha too much information, meg túl sok mindenre kell figyelni, akkor elveszik az egész, és inkább nem is kezd bele. Szóval szerintem most a lehető legfontosabb és lehető legegyszerűbb eszközöket és metódusokat mutatom, amit aztán lehet tovább finomítani a végtelenségig természetesen. Arclemosás után mindenképpen fel kell valamilyen hidratáló eszközt, krémet, akármit is rakni. Nyilván, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor legideálisabb a szérumozoli is, krémezeli is, fényvédő, stb. Nagyon nagy téma ez önmagában is, de ha már csak annyit megteszel, hogy valamilyen hidratáló krémet, ami nem nehéz és alapozó alatt működni fog a te bőrödön, felkezd, akkor már nagyon sokat segítettél a tartóságán is, meg a kinézetén is, ugye, ha sminkednek. És a legeslegegyszerűbb, ha eddig még semmi ilyesmit nem használtál, ez az egyik termék, a Helia D-től ez a hidratáló spray, igazából ezt ugye nem nagyon tudod elrontani, nincs olyan bőrtípus, akinek ne lenne jó, nem tudsz rá különösebben érzékeny lenni,
ha érett bőröd van, vagy ha fiatal bőröd van, akkor se too much, vagy túl kevés, tehát, hogy most így első körben egy ilyen, amit abszolút nem lehet elrontani, felfújod az arcodra, aztán egy kicsit eldolgozgatod, és kész. Szerintem kezdésnek tök jó. És ahogy említettem is, már ezt lehet sminkre is rakni, felfrissítésnek, meg smink alá is lehet rakni egyébként. A hidratálás után pedig jöhet igazából az alapozónk, ami jelen esetben egy tintit szérum lesz, róla már készítettem önálló videót is, úgyhogy nagyon-nagyon sokáig nem szeretnék erről külön beszélni, de azért tartom még mindig ezt a legegyszerűbb és legjobb megoldásnak drogériában, amire kupont is lehet használni glamour napokon, ugye ezek voltak most a szempontjaim, mert annyira könnyű használni, és én a smink sulimban is szoktam használni ezeket, vagy ezt a terméket. Ugye rengeteg modellen kipróbáltuk már, érett bőrön is különösen szép szokott lenni. Ja igen, és nyilván a pipettát nem kenjük így arcra, hanem csak cseppentjük, mert nem higiénikus teljesen visszarakni ezután, de én visszaszoktam, szóval mindegy. És a lényeg az, hogy ehhez még ecset se kell feltétlen tudás, meg végképp nem, hanem csak mint egy krémet így szépen eldolgozgatod mindenhol, és ott, ahol esetleg még építeni szeretnéd, mert mondjuk nem fedi le teljesen a pirosságaidat, ott meg utána hozol egy kis plusz anyagot és rápacsmagolod szó szerint kézzel, még egy picit úttögető mozdulatokkal, és akkor rétegezni is lehet. Tehát ennél könnyebb megoldást nem igazán lehet szerintem kitalálni, esetleg még a fújós dead soul spray, amiről szintén készítettem videót, de az nem Rossmann és nem glamour kuponos. És akkor ugye ennyi volt, utána most nem is kellett, hogy megvágjam, mert ennyire gyors. Utána, ha szeretném még egy picit rárakni, mert mondjuk a pirosságodat nem fette le eléggé, akkor oda raksz még egy kicsikét, és ott már nem dörzsölöd el annyira, hanem ilyen ütögetős mozdulatokkal még egy kicsit bedolgozod, és ennyi. És szerintem ez szuper szép is, és ha akarod, akkor kisebb fedéssel, ha akarod, akkor építhetsz rá még egy picit, illetve ha akarod, és lepúderezed egy púderezed, egy intenzívebb, magasabb fedésű púderrel, akkor meg ilyen teljesen alapozó hatást is tudsz elérni vele. Tehát szerintem egy kezdő szedbe ez nagyon adóáz. Kivéve, ha zsíros, olajos bőröd van, mert azoknak nem szokott működni az arcán. A korrektort említettem nektek, hogy ez a Healthy Mix szerintem megváltozott, és őt mondtam volna első számú kedvencemnek drogériában, amire kupont is el lehet használni, így most Rossmannból, viszont azért nem őt szeretném rakni, mert szerintem ez már nem teljesen ugyanaz, mint amit most árulnak, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, hogy a megújítottat használja valaki olyan, aki esetleg ezt is ismerte és használta, és tud-e különbséget mondani nekem, mert bevallom őszintén, emiatt most nem vettem meg a megújítottat, hogy össze tudjam hasonlítani. Vagy aki nem használta a régit, de ezt a mostanit használja, az is írja meg nyugodtan, hogy mik a tapasztalatok. Minden esetre én, amiben bízok, és szeretem, és ajánlani ismerem, és kupon van rá, és Rossmannban kapható, az ez a Maybelline Eraser Multi-Use Concealer. Nekem a 01-es van itt a kezemben, és ezzel nem nagyon tudod elrontani, nem tudsz túl sokat fölvinni, vagy hát tudsz, de az akkor már ahhoz külön tehetség kell. Tehát, hogy csak annyit csinálsz, hogy ide tapogatsz egy picit a fejével. Én most nem is tekertem rajta, csak az előző tekerésemből még van elég szerintem. Ennyit ide tapogatsz, egy kicsit szem alá, aztán eltapogatod egy beauty blenderrel, korrektor ecsettel, vagy az új vegyeddel, megint csak nem szükséges akár ecsetet se hozni hozzá, és ez nagyon kis szép ilyen kivilágosítást, élinkítést, megemelést ad itt a tekintetednek, és nem egy ilyen nagyon összeráncosodó, beleülő krém. Igaz, hogy muszos, amit én pont nem szoktam annyira szeretni, de ez nem az a klasszikus muszállag, hanem inkább mint egy felhő tényleg. Olyan az állaga, úgyhogy ez is egy nagyon jó kis termék, és én nagyon szeretem egyébként. Fedése meg nagyobb is, mint annak a Healthy Mixnek, ami régebben volt nekem, mert annak fedése olyan túl sok nem volt egyébként. Azoknak nem is volt különösebben jó, akik nagy fedést szerettek volna, ennek több a fedése. A következő terméknek egy púdert fogok hozni, ugye ezt a Rival Loves Me-t említettem nektek, hogy szerintem ez még egy ilyen kis aduász, amit nem igazán lehet elrontani, ez egy színben kapható, tehát nem tudsz rossz színt választani, vagy ilyesmi. Ezt fogom most felvinni egy nagy púdrecsettel, a lehető legegyszerűbb módon, egy picit kell kiszornom belőle, visszahelyezem a tetejét, csinálok egy ilyet, visszafordítom, és elméletileg lesz már anyag bőven ott ugye a tégelyben, és akkor felveszek egy kicsit belőle, és az egész arcomon átsuhanok vele egy picikét, és akkor ez ugye fixál is, ad egy minimális ilyen sejemfényt, hogyha direkt
szeretnél mattítani, akkor viszont tudjátok, mutattam nektek a Rossmannban azt a Maybelline Fit Me-t, illetve a L'Oreal True Match-et, azokat is nagyon ajánlom, csak ez egy egyszerűbb megoldása, mert azokból színt kell választani, illetve drágábbak is, úgyhogy azért mutatom most ezt így első körben. Egyébként hatalmas fény azért nincsen, tehát nem kell tőle megijedni, főleg, hogy most jön az ősz meg a tél. Nyáron esetleg az izzadósabbaknak lehet, hogy egy kicsit sok a fénye, mondjuk nekem. Tehát én kombinált bőrű vagyok, de izzadok könnyen nyáron, úgyhogy nyáron mondjuk telibe ezt nem rakom az arcomra, max az oldalára, és akkor középen mattítok le. De ilyenkor télen, mármint trutyiban ősszel, meg télen viszont teljesen jó az egész arcra is esetleg, ide szem alá is behordom, hogy a korrektort is egy kicsit fixáljuk vele. Szemöldök terméket meg ennél a Bourjois-nál szintén nem tudok nektek könnyebben használhatót, egyszerűbbet és tartósabbat mutatni. Ott, ahol kicsit ritkább a szemöldököm, ott erősebben használom, meg ott esetleg például ott egy kis harapást ki kell egészíteni, akkor így a fejével be is színezem meg picit a bőrömet is, de ott, ahol nem kell külön rá színezni, ott meg inkább csak a szőrt fésülgetem, és nem nagyon érek hozzá, vagy nem érek hozzá a bőrhöz. Illetve ugye a hegyével tudod egy kicsit igazgatni a szálakat, hogy például vannak olyan területek, nekem ott ugye egy műtéti hegem, ahol nem feltétlenül akarom beszínezni, de ha a szálakat úgy fésülöm, hogy oda is elnyúljanak, elérjenek, akkor úgy tűnik, mintha kitöltöttem volna. Illetve itt is fogom ezt a taktikát azért használni, ott egy kicsit jobban rányomtam a hegyét, meg egy kicsit arra fésülgetem, hogy arra álljanak a szálak, és akkor így szépen kitölti. És ezzel így tudsz berendezni is, kitölteni is, átsuhanósan csak átfésülni is, és azért nagyon tuti, mert nem kell sokáig igazgatni ahhoz, hogy ott tartsa, hanem azonnal ott tartja igazából a szálat, és jó tartós is, úgyhogy ezt is csak ajánlani tudom. Egyébként ezt önsminkelő oktatásokon is szoktam használni a tanulóimmal, vendégeimmel, és nem volt még olyan, akinek meggyőtt volna a baja vele, ezt általában lefotózzák és felírják, hogy ezt be kell szerezni, akkor 3 árnyalatban kapható. Egyébként, ha önsminkelő oktatás érdekel titeket, akkor várlak titeket szeretettel Szegeden a Turbulc Témel Makeup Schoolban, a részleteket meg tudjátok nézni a turbulctemel.hu-n. Következő a szemhéjbázis lesz, amit már ott az üzletben is mondtam nektek, hogy sajnos arra most nem tudok drogériás kuponos jó megoldást. De azért gondoltam, ha már drogéria, még ha nincs is a kertrészre sose kupon, azért használom ezt a kertrész szemhéjbázist, mert egyébként meg tök jó és érdemes beszerezni, ha még nincs meg a bevált szemhéjbázisot szerintem. És ezt így egyszerűen újbaggyá eldolgozgatom. Ha a lehető legegyszerűbb sminket szeretnénk elkészíteni, akkor fogom a Turbulc Témel Fluffy Blending Brush-t, amely egy ilyen jó, nagy terüléssel rendelkező ecset, amilyen nagy felhőt tud pár mozdulattal lesuhintani, jó kis füstöt egyből, és a Revolution-nek ezt a palettáját, amit mutattam már, a Forever Flawless Allure-t. Ebből egy nem a legsötétebbet, egy ilyen színt fogok a kezembe, ami minél kockázatmentesebb. Felveszek az ecsetnek az élére, lefecögtetek, és igazából a szemhéjam felét fogom ezzel így lefedni, illetve utána egy picit belemegyek így a mélyítőmbe, azért először ide, mert ahol lerakod az ecsetet, ott fogy le először az anyag az ecsetről nyilván, tehát itt lesz a legintenzívebb. És akkor utána egy kicsit így fölhordom, és csak a mélyítőben csinálok egy pár ilyen ablaktörlős mozdulatot, és gyakorlatilag meg is vagyunk. Ha akarod, akkor lefele is hozhatod egy picit a maradékot, de nem is muszáj. Elég, hogyha csak itt az oldalánál egy picit eldolgozgatod, vagy pedig ide behúzod, ugye. És igazából ennyi volt a feladat. Utána mehetünk is tovább. Következő mozdulatom újbeggyá ez a szín lesz, ez egy picit rózsaszínás, és ezt fogom ide csak behúzni, ennyi. Ide elsősorban előre, utána, amikor már alig van a kezemen, akkor ráhúzom kicsit ide erre a barnás részre is, meg egy nagyon picit minimálisan fölfele is, hogy ne egy ilyen kis csíkban érjen véget, hanem legyen egy kis füstje. És akár be is felezhetjük ennyivel a sminkünket. De persze ezt még alulra is fölhordhatod egy ecsettel, ha szeretnéd, vagy ha óvatosan csinálod, akkor így az újbegyeddel egy kicsikét. Ennyi, oda törlünk. Így alulról, fölfele, és akkor nem az egész újbegyed vastagságában lesz alul. Cut. És aztán rakunk egy szemceruzát, a szemceruza ugye ez a Rival Loves Me-nek, ez a 02 Brown ceruzája volt, amit egy picikét rakok ide föl is,
Egyébként annyiból is érdemesebb a barnával kezdeni kezdő sminkszetnek, mert ezzel azért kicsit nehezebb elrontani, mint egy feketével telibe, és hogyha elfüstösíted, akkor még kevésbé látszik, hogy mennyire volt pontos, precíz a vonalad. Így elég itt az első egyharmadában, csak arra vigyázz, hogy az elejében nagyon vékony legyen. Én úgy szoktam csinálni, hogy gyakorlatilag a szempillák tövéből kezdem, egészen a szempillákra majd, hogy nem rámegyek, és akkor onnan húzom föl. Így. Ha akarod, még alulra is rakhatsz egy minimálisat esetleg itt a vízvonal alá, úgyhogy bele sodrom a szempillák tövébe, és itt egy kicsit vastagabb a szélénél, befele pedig vékonyodik, meg egy nagyon minimálisan a vízvonalra is rakhatsz belőle. Egyébként, hogyha kajal van ráírva, vagy kohl a ceruzákra, az azt jelenti, hogy rakható vízvonalra, olyan szempontból is, hogy bírja is, meg nem megy bele a szemedbe, fönnmarad. Hát valameddig a ceruza soha nem a legtartósabb vízvonalon, a gel liner tartósabb, de a gel linerrel veszélyesebb is dolgozni, tehát igazából kezdőszetnek bőven jó egy ilyen ceruza. És ahhoz képest, hogy ez mennyire viccesen olcsó, ez a ceruza nagyon jó színe van, tehát színre is, nem csak az, hogy barna, hanem szép barna, jó a kenhető, jó a satírozható, intenzíven fog, szerintem tök jó. Viszont itt jöttem rá, hogy szempilla spirálnak azt a rimmelt félszékert ajánlottam nektek, ami tényleg a kedvencem drogériában. Viszont sajnos elfogyott az itthoni, úgyhogy most azt nem tudom használni, de egyébként ez se rossz ez a bourjois, aminek gyönyörű a csomagolása, és egyébként nem rossz, én csak azért nem tartom kedvencemnek, mert a feje ilyen szilikonos bumszli, és én a bumszli fejet szeretem, de a szilikonos bumszlit annyira nem. Bevallom őszintén, én ezzel meg szoktam szurkálni magamat, meg szebb volumen szokott adni nekem a természetes szőrű. De minden esetre, hogyha nincs meg még, hogy nektek melyik fej a legideálisabb, akkor készítettem szempilla spirálozással kapcsolatban is videót, és azzal kapcsolatban is egy másikat, hogy melyik fejet érdemes választani, milyen szempillával, milyen céllal. Lessétek meg! Egyébként ilyenkor, ha említek videókat a videóimban, akkor mindig belinkelem a videóm leírásába azokat, amikről beszélek, úgyhogy könnyen megtaláljátok. Egyébként meg ez se rossz spirál, azért azt is hozzátenném. A szemem így ezzel akkor készen is van, mehetünk az arcomra. Na most ezt a palettát, ezt konkrétan a Forever Flawless paletták közül, ezt az allürt azért is ajánlottam kezdő palettának, mert ugye ebben van olyan szín is, amit tudunk kontúrra, pirosításnak, bronzosításnak használni. Egy picike púderecset kell ehhez nekünk, és hogyha minimális kontúrt szeretnénk, akkor ez a szín, ami kicsit hidegebb, ridegebb, az lesz jó nekünk kontúrnak. Pirosításra, meg bronzosításra mondjuk itt van egy bronzosító, meg mondjuk az is jó lehet akár, pirosításra az is, meg ez is ugye. Ezt a színt itt egy nagyon pici kontúrnak fel fogom hordani egy ilyen kicsi púderecsettel, így valahogy, ide. De egyébként egy ilyen nagyon egyszerű sminkhez nem feltétlen kell hatalmas nagy kontúrozás, úgyhogy akár az is elég, ha csak ennyit csinálsz meg tényleg, vagy akár az is különben, hogyha csak a pirosítást ide felrakod, az is elég, tehát nem muszáj mindenáron mindig kontúrozgatni, de ha akarsz, azt is megteheted, illetve itt fönn is lehet egy picit használni belőle. És egyébként van akkor a pen, hogy egy kisebb púderecsettel beleférsz különben, szóval teljesen jól megoldható. Nyilván még ideálisabb, ha elkezdesz kontúrt, meg pirosítókat, meg highlightereket vásárolgatni, de itt most ugye minél olcsóbb kezdő megoldásokról beszélünk. És akkor akár még ide is rakhatunk egy kicsit. Tehát igazából a teljes kontúrozást is végig tudod vele csinálni, ha szeretnéd, de nyilván azt nem feltétlenül muszáj. És akkor pirosításnak megrakok mondjuk abból egy picit, óvatosan, és itt egy picikét. És szerintem teljesen szép is, meg legalább menni fog a sminkünkhöz is, hiszen az egész paletta egyébként nagyon harmóniában van, úgyhogy biztos látsz benne, hogy nagyjából bármit felraksz, azzal olyan nagyon mellé nyúlni nem tudsz, legalább így a színösszeállításod is biztos, hogy harmonikus lesz. És ha véletlenül túl csíkosnak, foltosnak, erősnek érzed a pirosításodat, akkor nyilván csinálhatsz egy ilyet is, vagy pedig fogsz egy nagy púderecsetet, ez a Turbo Stima Powder Brush például, meg az említett púdert, amit használtunk, és akkor újra így fölviszed ide középre, és így rásuhansz egy kicsit a pirosítóra, vagy a szélére, és akkor össze tudod még jobban mosni. Na, hogyha ezzel megvagyunk, akkor mi hiányzik? Highlighter. Rakjunk highlightert is. Nézzük csak, ebből biztos, hogy jó lesz valamelyik.
akár ez is csak óvatosan, mert azért elég intenzív, ha nem szeretnél túlságosan erőset, akkor csak ilyen tapogatós mozdulatokkal ide tudunk egy picit tapogatni. Ha erősebbet szeretnél, akkor meg jó nyom bele az ujjad, és jó húz meg, és akkor intenzívebb lesz. De szerintem ehhez a sminkhez most jó lesz nekünk egy ilyen kis picike, és annyira kis szép fénye van, meg finom, hogy szerintem tökéletes ide highlighternek. De ha szeretnéd tényleg, akkor így erősebben is ugye fel tudjuk rakni. Csak ez most nem feltétlen volt célja. És akkor már csak a szánk maradt hátra. Hát én most minden ceruza meg ilyesmi nélkül is szépen tudom használni ezt a Max Faktort, ez a 005-ös, amit mutattam nektek a Rossmannban. Ezt fogom felrakni, és nem is muszáj egyébként ilyenkor kontúrt meg érteni hozzá, meg rúzsecset, meg mit tudom én, nyilván minél precízebbet szeretnél, annál fontosabb, hogy legyen egy rúzsecseted, meg hogy kiceruzálsz, hogy a kontúrod minél szebb legyen, de ha csak annyit csinálsz, hogy itt a közepén bepacsmagolod, meg ide lerakod, ahol a kis ívecske van a hegyét, és húzol egy ilyet, meg egy ilyet, így, akkor nagyjából lesz egy kerete, utána is szétpacsmagolod, kicsit lehúzod, így, és teljesen jó mindenféle kontúr nélkül, és ez a szín azért is nagyon jó szerintem, mert úgy ad egy pici színt, de nem az a vad, és nagyon könnyű újra kenni, hogyha véletlenül szükséges, nem muszáj hozzá még egy nagyon tükör sem, meg ilyesmi, szerintem teljesen jó így is. Szóval eléggé olyan árnyalat, meg olyan a termék, hogy hülye biztos vagy, ahogy mondjam, magatokra ne vegyétek, tehát hogy ilyen kezdő biztos, inkább így mondom, tehát hogy aki abszolút tehetségtelen, és nem ért hozzá, és nincs is kedve vele szenvedni, az is meg fogja tudni jól csinálni. Na, hát és akkor elkészültünk. Ha veszel egy sminkfixáló sprét, az még jobb, ilyenkor magadra fújhatod, de egyébként anélkül is azért ennek tartósnak kellene lennie. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és adtam egy pár hasznos ötletet meg tippet. Írjátok meg kommentben, ha ti valamelyik terméket már próbáltátok, vagy tervezitek kipróbálni, vagy majd, ha a videó után kipróbáltok bármit ebből a videóból, akkor gyertek vissza és írjatok kommentet, mert nagyon-nagyon érdekel. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, jó glamour napozást nektek, legyen csodás napotok, sziasztok! We'll be right back.